Az elmúlt 20 évben Magyarországon nem volt ekkora szociális program, mint ez. Nagy Anna kormány szóvivő kiemelte, az Erzsébet program segítségével tavaly 3 milliárd forintból közel 100 ezeren nyaralhattak kedvezményesen. Idén ez az összeg szintén rendelkezésre áll. A szociális nyaralások pályázata már lezárult, de gyermektáborokba még lehet jelentkezni. A kínálatban 42 tematikus és hagyományos tábor szerepel. Azok a családok, ahol az egyfőre eső jövedelem a minimálbér alatt van, tehát kevesebb, mint 98 ezer forint, a gyerekek 1 vagy 2 ezer forintért táborozhatnak. Ez azt jelenti, hogy a család befizet mondjuk 1000 forint önerőt, és a gyerek ebből egy hétig ott lakik, teljes ellátást kap, programokat kap, ebbe van egy kis csoki, ebbe van egy kis szörp, tehát egy teljes olyan hetet kap, amiben igazán jól fog tudni nyaralni, szórakozni, ahol igazán gyerekként tudja tölteni a nyarat. Az Erzsébet program szervezői országszerte 1500 olyan pontot létesítettek, ahol segítenek az elektronikus pályázati űrlap kitöltésében és beadásában. Győr-Moson-Sopron megyében is nagy az érdeklődés. Önkormányzatokkal kötöttünk megállapodást, hogy ők adnak tájékoztatást, valamint az e-pontok és teleházak, ahova be lehet menni bárkinek, érdeklődnek, és kapnak tájékoztatást, segítenek e-mail címet nyitni a jelentkezést, beadják, ebben is van segítség. Több mint 5000 ember volt, aki tavaly részt vett ebben a programban, és már idén 1500-an jelentkeztek erre a programra. Még vannak nyitott táborok, úgyhogy minden fiatalt, minden érdeklődőt nagy szeretettel vár az Erzsébet program. Az Erzsébet program állami támogatás nélkül is működőképes, mivel keretösszege az Erzsébet utalványok forgalmazásából származik.